Köszönjük a humán szolgálatok támogatásáról szavaztak, illetve fogadták el egy hangon a képviselők. Ezek a humán szolgálatok a városban, a Támasz Alapítvány, a Kerekvilág Alapítvány, a Fogd a Kezem Alapítvány, a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat és néhány egyéb kicsi humán szolgálat. Ez összesen 10 millió forintot jelent. Köszönöm a szót. Tisztelt közgyűlés, azzal a kéréssel terjesztem elő ezt a előterjesztést, hogy két okból is kérem megszavazását. Egyrészt azért, mert az a cég, amely megnyerte ezt a versenytárgyalást, a önkormányzat cége, 98%-ban önkormányzati tulajdon, másrészt pedig azért, mert ez a tervezett 16 lakás még ennek az építés engedélyi kérelme arra vár, hogy tulajdon jogilag is megerősítést nyerjen. Tudnélik, kettől kezdve már az új szociális támogatás, lakástámogatás kondíciói érvényesülnek, és ma, illetve holnap még lehetőség van ennek az érvényesítésére, mármint a régi, a jelenlegi szociális támogatások, lakástámogatások érvényesítésére. Tehát ha a közgyűlés ezt most elfogadja, akkor érvényre emelkedik az a lehetőség, hogy a megvett lakásokat még a régi szociális lakástámogatási rendszer keretén belül lehessen érvényre juttatni. Köszönöm. Köszönöm a szót, elnök asszony. Képviselőtársaim, úgy, mint az érintett terület képviselője, szeretnék kérdést föltenni, egy kérdést megfogalmazni, illetve javaslattal élni. A kérdésem az lenne, hogy a beruházás része az épület körül kialakítandó parkoló, vagy pedig ez később az önkormányzatnak kell saját pénzeszközön megvalósítani. A másik kérdésem pedig az, hogy az előterjesztés hátoldalán föltüntetett régi tervben szerepel egy domgarázs elképzelés. Bevallom, nem vagyok műszaki ember, így nem tudom, mi az a domgarázs, de most nem is erre irány a kérdésem, hanem az, hogy terve van-e véve, hogy a környéken feltétlenül szükséges garázs kérdést valamilyen módon megoldják. A kérésem pedig az, mivel lakossági fórumon jelezték, illetve képviselőfogadó órán az ott lakók, hogy érdekelnék az egész beruházás részletei, hogy egy 3 héten belül az önkormányzat illetékes embere és a kivitelezők részéről egy lakossági fórumon teljesen konkrétan tájékoztassák az ott lakókat, az érdeklődő állampolgárt arról, hogy mi várható ott a területen. A javaslatom pedig ismét arra irányul, hogy a terven szerepel egy zajvédő sáv. Azért most mondom, mert ezzel a 16 lakás építésével befejeződik ennek a térségnek a kialakítása. Feltétlenül szükségesnek érzem, hogy egészségügyi és városesztétikai szempontból ez a zajvédősáv megvalósuljon. Ezért hát valamilyen forrást teremtsünk erre. Először azt akartam javasolni, hogy a telekértékesítésből egy 200 000 forintot különítsünk el erre, de mint jó költségvetési bizottsági tag ilyen javaslattal nem élek. Ezért én azt javaslom, hogy bízzuk meg a városi főkertész asszonyt, hogy menedzselje ezt az ügyet, és az ősszel egy esztétikus és korszerű zajvédősáv kerüljön ott kialakításra. Köszönöm. Köszönöm. Golob Ferenc. Csak annyit szeretnék ehhez hozzátenni, hogy ez az előterjesztés pillanatnyilag a lakásokra vonatkozik. Attól függetlenül természetesen tovább él az itt a rendezési terven megjelölt igény a garázsokkal kapcsolatban is, és hát természetesen a zöldsávval és a domgarázssal együtt. És hát javaslom, ha ezek után természetesen fölmerült a igényként a lakossági fórum, ezt nyilvánvalóan az illetékes irodával együtt meg lehet tartani és meg lehet beszélni. Faragó képviselő úr. Én csak tájékoztatásul annyit szeretnék mondani, hogy nem zárul le ezzel a terület fejlesztése. Ezzel tulajdonképpen ennek az épület együttesnek a befejezésére kerül sor az eredeti tervek szerint, ami annak idején elmaradt. Ettől függetlenül, illetve ezt a projektet befejezve kerül sor néhány garázs és üzlet építésére itt az adott épülettől keletre biztosítandó területen. Azt a tájékoztatást kaptam, hogy ez
függetlenül egymástól értékesíthető a két terület is, a két projekt eladható, úgyhogy a következő ütemben kerül sor arra, hogy a most a jelen pillanatban a temetővel szemben található pavilonok, amik nem olyan kívánatosak, ezek attól délre egy végleges elhelyezést kaphassanak, és azoknak a hátsó oldalán garázsok kialakítására kerülhet sor. Ami a parkoló kialakítására tett kérdést illeti, tulajdonképpen annak idején a részletes rendezési terv úgy készült, hogy ebben a karéjon belüli területen gyakorlatilag ez a lakásszámhoz tartozó parkolóhelyek is megvannak, illetve kialakítandók, ezért nem kötelezhetjük őket, hogy plusz garázsokat vagy parkolókat építsenek, mert ez jelen pillanat biztosítva van a helye számukra. Köszönöm szépen. Képviselő, elfogadható válasz. Köszönöm, akkor szavazunk az előterjesztésről. Az előterjesztés a Littke utca 38 szám alatti befejezetlenül maradt ívelt panelházsor utolsó tagjáról szól. Ez átkörű árverésen került ez a terület értékesítésre, az Uniber nyerte meg a licitálást, így az Uniber fejezheti be ezt a területet, és itt alakíthat ki a lakóházat. Kedves nézőink, most az ebédszünetre kerül sor. Körülbelül az előre megadott napirendi pontoknak az egyharmada van vissza, egyharmada, egynegyede. Bár mindenképpen meg kell említenem, hogy a Lyonnaise de Zooval kötött üzemeltetési szerződés kihagyták a tárgyalásból, az ebéd után kerül erre sor. Ez még vélhetően hosszú vitát vagy hosszú tárgyalást fog eredményezni. Az ebéd szünet után természetesen folytatjuk közvetítésünket, maradjanak velünk. Kedves nézőink, folytatjuk közvetítésünket a Város Önkormányzata Közgyűlésének április 27-i üléséről. Túl vagyunk az ebédszüneten, a képviselők a 20. napirendi pontnál tartottak, viszont a 6. napirendi pontot kihagyták, amely a Lyonnaise de Zooval kötendő üzemeltetési szerződés tárgyalása. Ezt az ebéd utánra kérte az alpolgármester úr, úgyhogy nem tudom egészen pontosan, hogy a 21-dikkel folytatják-e a tárgyalást, vagy most túl az ebédszüneten visszatérnek a 6. napirendi pontra, de azt hiszem hallgassuk őt, és hamarosan meg fogjuk tudni. Tehát Szirmai vagy Troska képviselő úr. Szirmai képviselő úr először a kronológiai sorrendet figyelve. Elnök úr, tisztelt képviselőtársaim, miután annak idején az energia, illetve a távfőszolgáltatás helyzetét, mikor vizsgáltuk, és ezt a igen nagy áremelést tulajdonképpen megszavaztuk, hogy akkor született egy rendelkezés, ami szerint fel kell vizsgáltatni Pécs energiagazdálkodási helyzetét, illetve arra megfelelő tanulmányt kell készíteni, hogy megfelelő racionális alapálya rendelkezésre a további döntésekre. És ezzel kapcsolatban szeretném megkérdezni az alpolgármester urat, hogy mi történt ezzel. A pályázat a Környezetvédelmi Minisztériumba elmente, jött-e rá válasz, megalakult-e ez a bizottság, megkapta a célfeladatait, illetve megkapta azokat a kérdéseket, amire ennek a vizsgálatnak válaszolni kell. Teszem ezt a kérdésemet azért fel, mert tudjuk, hogy néhány héten belül megindul a Magyar Villamos Részvénytársaságnak a privatizációs tárgyalásai. Ha a pécsi erőművet eladják külföldi cégnek, akkor igen rossz helyzetbe kerülhet a város, és hát ugye ennek megelőzésére szeretném kérdezni, hogy mi történt ez idáig. Köszönöm.
Tisztelt képviselő úr, tisztelt közgyűlés, előttem van a 26/95-ös közgyűlési határozat, amely a képviselő úr által említett feladatokat megszabta. A munkacsoporttal kapcsolatban, hogy szabad így fogalmaznom, de facto fölállt, tehát az alai irodavezető úr kezdeményezésére teljes körben sikerült összehozni azt a csapatot, akit akkor a közgyűlés gondolt, vagy akiket gondolt ebbe a társaságban. A pályázat elment, a pályázat úgy tűnik, hogy eredménytelen maradt, de még egy pályázatot beadott az iroda, egy, és elnézést kérek, nem tudom pontosan idélni, egy holland forrásból származó ilyen jellegű pályázatra nyújtották be, válasz még onnan sem érkezett. Tehát magyarul ma erre a tevékenységre a megcélzott pályázati forrásból nem sikerült még fedezetet találni. Nem tudom, mondjam-e a határozat további pontjait, mert hát azok jószerivel ismertek, tehát hogy a polgármester úr tárgyalt az erőművel, az lett belőle, ami lett belőle, mindenki ismeri. A Népjóléti Iroda megcsinálta a kompenzációs szisztémát, és a többi az már a P-távra vonatkozó volt. Tehát körülbelül ezt tudom mondani. Sajnos a KTM-nél nem találtunk megértő fülekre ebbe az ügybe, de ezzel, ettől függetlenül, vagy ha szabad inkább úgy fogalmazni, ezzel párhuzamosan is megy egy dolog. A FAR programon belül a Műszaki Főiskola egy adjunktusának a tevékeny közreműködésével sikerült egy bizonyos pénzösszeget nyerni. Természetesen az nem kimondottan erre a célra, de ezzel a célra nagyon szorosan összefüggően kerül felhasználásra, szintén energiaracionalizálási körben. Annak a dolognak a teljes tábja fölállt bizottságostól, albizottságostól, főbizottságostól, de nem akarom elhomorozzálni a dolgot, körülbelül ez történt ebbe az ügyben. Kiegészíteni, mert hál' Istennek az SMS szerint itt viszont válasznak helye nincs. A kiegészítésű, vagy inkább tájékoztatásról annyit hozzátennék, hogy a Városfejlesztési Iroda megkezdte tulajdonképpen az energiagazdálkodási koncepció elkészítetését, kért árajánlatokat, illetve ajánlatokat különböző cégektől, de mivel úgy szólt a határozat, hogy valami független, nem tudom milyen cégnek kell ezt elkészíteni, ezért pesti cégtől kérték be az árajánlatokat. A bizottságunk tárgyalta érzei bizonyos költség és tartalmi oldalról voltak még kivontfogásaink, ezért visszaküldtük a pesti céghez, és várjuk, hogy újra megérkezzen a kiegészített koncepció, hogy mit akarnak csinálni, mennyiért, és tulajdonképpen sinem van az energiagazdálkodási koncepció. Köszönöm szépen a kiegészítést, Troska képviselő úr. Köszönöm. Azt gondolom, tisztelt alpolgármester úr, tisztelt képviselőtársa, hogy mindenki előtt ismeretes az, hogy a zárszámadó közgyűlés adatai rendkívül befolyásolják a tárgyév költségvetésének, gazdálkodásának kérdéskörét. Éppen ezért szeretném sürgetni, és egyben megkérdezni alpolgármester úrtól, hogy mikorra tervezik a 94 évi zárszámadó közgyűlést. Köszönöm. Mert könnyű helyzetben vagyok, csak azt kell megismételnem, amit a képviselő úr a tegnapi Költségvetési Bizottságon már hallott, ha jól tájékoztattak. Tehát a pótköltségvetés, elnézést kérek, az árszámadás kidolgozása igazából a költségvetés elfogadásával kezdődhetett meg, tehát március derekán. Közben jött egy jogszabálymódosítás, ami március 10-15 között további módosításokat írt elő a költségvetése kapcsolatban, tehát egy-két ilyen zavaró tényezővel indult meg a munka. Tájékoztatásul annyit tudok a közgyűlésnek mondani, hogy jövő héten kerül a Költségvetési Bizottság elé, és reményeim szerint május 11-i közgyűlés elé. Jó, tehát azt hiszem más kérdés nem volt, akkor következik a nap fénypontja, aminek jó magam vagyok az előterjesztője. A tisztelt közgyűlés, mindenki jól emlékszik rá, hogy a megelőző közgyűlésen döntés született arra vonatkozólag, hogy a
Pécsi Vízmű RT megalapításához szükséges különböző okiratokat, alapító okiratot, egyéb tartozékait az alapító okiratnak a közgyűlés elfogadta azzal a föltétellel, hogy az üzemelési szerződést a két fél alkossa meg, hozza létre, és csak az üzemeltetési szerződés, tehát a két fél által megkötetett üzemelési szerződés közgyűlési jóváhagyása után lépnek hatályba a két héttel korábbi döntések. El kell, hogy mondjam az elmúlt két héttel kapcsolatban, hogy se a Réti úr vezette Lyon-ezes munkacsoport, se az RT-s kollégáknak nem volt egy könnyű időszak. Óvatos becslések szerint kb. 24 órát töltöttek tárgyalással egymásba. Tehát én úgy gondolom, hogy a mostanra megszületett, és hogy ez mennyire így volt, még ezelőtt egy órával is simogatták ezt az üzemeltetési szerződést, és most már azt hiszem, hogy én magam is megnyugodhatok, de megnyugtathatok mindenkit, hogy ez most már tényleg a közös akarat. Ami a szerződésnek azt a vonatkozását illeti, ugye, hogy reggel többen szóvá tették, és teljes joggal, hogy a szerződés anyagát nem kapták meg. Az előbb említett okok nem kismértékben közrejátszottak ebbe, hogy ez így alakult. Folyamatos és állandó tárgyalás volt, egy közbűső munkaanyag, ami már közelített a 100%-oshoz, született meg hétfőn, és egy keddi frakcióvezetői értekezleten abban maradtunk, hogy ahogy megvan a szerződés, fénymásolva gyorsan a frakcióvezetőknek ki tudjuk adni, ez meg is történt. A szerződéssel kapcsolatban még annyit hadd mondjak, hogy ami kézben van a frakcióvezetőknél és néhány képviselő úrnál, ehhez képest vannak változtatások. Erre nekem az lenne a javaslatom ennek a változtatásoknak a megismerésére, amik nem igazán érdemiek, csak hát egy ilyen műszaki féle, mint én mondjuk stilisztikainak gondolom, de persze kőkemény érdekeket mérlegelő és egyensúlyozó szerződési föltételekről van szó, hogy a RT képviselője, amennyiben itt van, ötös urat látom, Bránics Évát nem látom, Évát is látom, csak pici, hogy sorba menne a szerződésnek azon a módosított pontjain, ami szükségesek ahhoz, hogy itt egy kerek szerződésről szavazzunk. Ő náluk már, ha jól értesültem, van végleges és javított változat. De esetleg azt is el tudom képzelni, hogy a szerződésről általában, hogyha a RT képviselője, akár a Lyon-ez képviselője, ha akar óhajt, akkor egy pár szót szóljon. Na most, ha nagyon szabályos akarok lenni, akkor meg kell szavaztatnom a közgyűlést, ugye, hogy megadjuk a szót a jelenlevő hölgynek és úrnak. De amennyiben nem kérik, akkor ettől eltekintek, tehát akkor Vránics Évának megadnám a szót. Köszönöm szépen. A 11. oldaltól szeretném elsősorban a jegyzőkönyv számára is ismertetni, hogy a kiosztott anyaghoz képest milyen változások történtek. Az első a 11. oldal 3-5 pontjában történt. Ez egy pontosító változás, ott a szövegben a 6-os pontra hivatkozik az eredeti anyag, ez kiegészült, illetve pontosult 6-4, illetve 6-4 pontra. A szövegen belül, illetve a 3-5 ponton belül két helyen is. A következő módosítás a 16-os oldalon történt. A 6-5 pont harmadik jól elkülönülő bekezdésében itt arról van szó, hogy az üzemeltető megtagadhatja a szabályoknak nem megfelelő közművek átvételét. Ezt szigorítottuk azzal, hogy köteles megtagadni, hiszen ha nem alkalmas a feladat ellátásra, akkor nem is vehető át. Tehát köteles megtagadnira változott. A következő módosítás a 17-es oldalon. 6-8 bekezdés.
illetve pont első bekezdésében, alulról a harmadik sorban. Itt arról beszélünk, hogy ha harmadik személynek, illetve egyéb beruházások során ellenőrzési jogot kell gyakorolni, akkor mindenféle információt szolgáltatni kell az üzemeltető felé, azért, hogy utólag az ellenőrzés korrekten kikövetelhető legyen. Ezt a pontot finomítottuk annyiban, hogy az üzemeltető rendelkezésére kell bocsátani a kiviteli terveket, karbantartására, valamint, és innen jön a módosítás, mindazon információt, amely a munkálatok megítélhetőségéhez szükségesek. Kimarad az, hogy az üzemeltető véleménye szerint, hiszen itt nem véleményen múlik az, hogy szükséges-e valamilyen információ vagy sem. A 18-as oldalon talán egy lényegesebb módosítás. A lap tetején. Itt harmadik személy által okozott kár esetén igényérvényesítésről van szó. Módosult annyiban, hogy mivel a részvénytársaság, a közüzemi részvénytársaság elsősorban a megrendelője a harmadik személytől érkező vízmű felé közvetítendő megrendeléseknek, az ERT-n keresztül történik az igényérvényesítés. Tehát az első mondat kiegészül azzal, hogy igényét érvényesíteni a közüzemi részvénytársaságon keresztül, továbbá azzal, hogy az igény érvényesítését az ERT nem tagadhatja meg. Ugyanebben a pontban, a második bekezdésben szintén pontosodott a szöveg, amennyiben helytállási kötelezettségről van szó anyagi igények tekintetében, nem csak akkor, hogyha ezt az ERT külön kérte az előzetes értékbecslést, hanem gyakorlatilag az ERT felé minden esetben jelezni kell az előre becsült költségeket, hogy ezt mi a harmadik személy felé érvényesíteni tudjuk. 19. oldalon. Szintén lényeges módosítás. A C pontban az utolsó sorokról van szó, a bérleti díj módosulásáról. Az eredeti szöveg szerint úgy szólt, hogy a keret megállapodás szerint az utolsó három sortól olvasom. A keret megállapodás szerint alapdíj és korrekciós képlet módosult. Na most ez a szöveg került korrekciójára annyiban, hogy keret megállapodás szerint az alapdíj a korrekciós képlet által módosul. Ugye mást jelent, nem egy vagylagos feltételt hagy, illetve nem egy együttes feltétel marad bent. Az volt, hogy alapdíj és korrekciós képlet, ez együttes feltételt jelentett volna. Ez a Vízmű RT-vel szemben egy szigorú megkötés. Ugyanezen az oldalon 8.3-ban. Ez azt gondolom, hogy az egész szerződés tekintetében a leglényegesebb módosítás. Fel is olvasnám az utolsó három sorát a szövegnek. Ugye a korábbiban az volt, hogy nem is tudom, honnan olvassam a mondatot. Abban az esetben, ha az előző mondat szerinti érték magasabb, akkor a felek a bérleti díj emelésében külön megállapodnak, azzal, hogy a bérleti díj emelés a ténylegesen átadott tárgyi eszközök közüzemi ERT-nél alkalmazott amortizációra tekintettel történik. Ez eddig változatlan maradt, csak hogy értsük a mondat lényegét, olvastam föl, innen jön a változás, ami azt akarja, hogy nem csak a vízdíj mértékének emelkedését nem haladhatja meg, gyakorlatilag nem csak a szorzó alkalmazását veszük figyelembe, hanem az önkormányzat és a Lyonesz közötti keretmegállapodás 3E pontjában, amelyik szabályozza a vízmű vagy vízdíj emelkedésének korrekciós képlete alkalmazási feltételeit. Ennek alkalmazása után a korrekciós képlettel kialakított vízdíj érvényesítése fölött képződő új közműberuházás üzembehelyezéséből származó üzemeltetői bevételt nem haladhatja meg.
gyakorlatilag a részvénytársaságnak, a közüzeminek joga van az új közműberuházások tekintetében a vízdíj emelkedésénél magasabb bérleti díjat érvényesíteni, abban az esetben, ha a közgyűlés egy közműberuházás üzembehelyezésekor nem tartja indokoltnak a vízdíj emelését is. Hiszen a szerződő fél ilyenkor mindenképpen nagyobb mennyiségű közművet bérel, ennek megfelelően több bérleti díjat kell fizessen. Így van, bevétele is nő ezzel, így van. Tehát 19 oldalon 8-5 pontban egy elenyészőnek tűnő, ám igen fontos módosítás van. A felek beszámítják helyett, a bérleti díjba a felek beszámítják helyett, beszámíthatják az egymással szemben fennálló követeléseiket, mint egy lehetőséget nyitva arra is, hogy akár számlamozgás nélküli, vagy számlamozgással történő pénzmozgás nélküli ügylettel, vagy tényleges pénzmozgásra is rendezik az egymás felé fennálló tartozásaikat. Következő módosítás a 20-as oldalon, 8-6 pontban, a közepén, ahol arról van szó, hogy az új közműberuházások, illetve a korábbi közművek elpusztulása, leváltása esetén milyen korrekcióra kerülhet sor, illetve a bérleti díj tekintetben hogy csökkenhet. Itt pontosítottuk azzal, hogy a korrekcióra csak 1996-tól kerülhet sor, hiszen 95-re már élő szerződésünk van, 95-ben nem fordulhat az elő, hogy közművek kikerülnek a bérletből. Következő módosítás 21. oldalon, 11.2 pontban a bekezdés alján, a harmadik sorban alulról, ahol az igény érvényesítésének módjáról rendelkezik a szerződés. Azzal egészült ki, hogy az elévülés maximum 60 napra, az igényérvényesítés maximum 60 napra szakítja meg az elévülést. Ez a 60 nap, mint a vita rendezésére nyitva álló idő, később is szerepel a szerződésbe, illetve az volt a célja, hogy ne lehessen parttalanná tenni folyamatos igény elévülési megszakításokkal ezt a esetleg kialakuló vitát. 22. oldal. Szintén lényeges módosítás 12.2 pontban. Arról van szó, hogy milyen esetekben kerülhet sor a vízmű RT és a közüzemi RT között létrejövő szerződés hatályba lépésekor a korábban közművekre megkötött szerződések hatályban kívül helyezésére. Nyilvánvalóan az itt tárgyalt szerződés hatályba lépésekor a vízmű KFT-vel kötött szerződés hatályon kívül kerül, ezt rögzíti ez a pont, illetve ami új benne, hogy az egyéb szerződés, ami valamilyen tekintetben érinti a közműveket, ezek nem kerülnek automatikusan hatályon kívül, hiszen ennek nincs értelme, csak abban az esetben, ha sérteni az üzemeltető érdekeit. És azt gondolom, hogy több módosítás nem volt. Köszönöm szépen. Köszönöm én is. Ja, egy kérdést szeretnék még. Nem tudom, a határozati javaslatba bekerült-e, benne van? A 1,5% a korábbi módosítás. Igen, benne van. Benne van. Köszönöm szépen. Jó, köszönöm én is. Trócsány urat kérdezem meg, óhajt-e hozzászólni. Köszönöm szépen. Tisztelt közgyűlés, annyit még el kell mondanom, hogy az elmúlt héten kétszer tárgyaltunk a 10 társközséggel, tehát a vízműellátási területéhez tartozó községekkel. Abban a reményben, hogy végül is, ahogy szokták mondani, együtt és dalolva fogjuk létrehozni ezt az új társaságot. Ezzel kapcsolatban el kell, hogy mondjam, hogy nagyon sokat közeledtek az álláspontok egymáshoz. A tegnapi nappal bezárólag még teljes egyetértés nem alakult ki.
igazából egy pontját vitatja a községek képviselője a előtte fölvázolt előterjesztésnek vagy változatnak. A dolog megoldására azt javasoljuk, és ez került az anyagot kísérő határozati javaslatba is, hogy a most elfogadandó és reményeim szerint elfogadott, vagy elfogadható és elfogadásra kerülő okiratok, ezek május 8-a napjával lépjenek hatályba. Ennek egyszerűen az az oka, hogy még mindig van esély arra, hogy meg lehet szerezni a 10 község beleegyezését, és tényleg közös akaratból jön létre az új társaság. Azt még, és természetesen erre a jövő héten folytatódnak akkor a megbeszélések, azt még el kell mondjam a kiosztott határozati javaslattal, ez egy maga műfajában egy elég vegyes valami, hogy a második pontja egy képlethez szükséges adatot tartalmaz, ami az eredeti dokumentumokból egyszerűen kifelejtődött, kimaradt. Tehát ez gondolom mindenki előtt kézben van, ez a bizonyos S0 értéke december 31-jel meghatározva. Ezt az értéket a vízmű közölte velem, tetszik, hivatalos pöcsétes papíron. A dolog érdekessége mindössze az, hogy a körülbelül 1,2 milliárdos vízműnek 494 millió a bérjellegű költsége. Belekerült harmadik pontként az, hogy a 1,5%-os ellenőrzési díj a közüzemi RT-t illeti meg. Ehhez őszintén szólva szeretnék ragaszkodni a következők miatt. Ugye itt fölállt egy olyan rendszer, aminek az elemei szorosan összetartoznak és szorosan összefüggnek. Na most a múltkori közgyűlési, illetve az akkori iratokba került pont, tehát hogy közvetlenül az önkormányzatnak fizesse meg, ezt a rendszert borítja. A legnagyobb jóindulat mellett is azt kell, hogy mondjam, hogy nem igazán szerencsés döntés, és én nagyon kérném a közgyűlést, hogy ezt az eredeti állapotot állítsa helyre, aztán majd együtt vizsgálandó az egész dolog, tehát ne egy eleméhez nyúljunk hozzá. A ötös pontját, hogyha megnézik képviselőtársaim, igazából ez szól arról, hogy mi történjen akkor, hogyha a 10 község mégis hozzájárul ahhoz, hogy a most már önök által is ismert módon ezt a társaságot megalapítsuk. Itt kap a polgármester úr egy olyan lehetőséget és jogot, amit az előterjesztés úgy fogalmaz, hogy a értelemszerű változtatásokat vezesse át a szerződésekbe. Tehát akkor, amikor azok a tárgyalások lezárulnak, ha negatív az eredmény, akkor nem változnak a jelenlegi iratok. Amennyiben pozitív, akkor nyilván változtatni kell, mert 10 község egybehangzó akarata alapján alapítóként kell, hogy figyelembe vegyük őket. Amennyiben egy már ebből kimarad a sorból, akkor csak csatlakozhatnak később, és akkor nem érinti a mostani dokumentumokat. Igazából még egy dolgot kell mondanom, azt, hogy az alapító okiratban olyan utalás van, hogy a részvénytársaság igazgatóságába, illetve felügyelő bizottságának, ugye az arányokat meghatározza az alapító okirat, a jelöléseket pedig, hogy mondjam, kölcsönösen egyeztetve fogjuk megtenni. Megkaptuk a Réti úr személyi javaslatait, én megadtam neki az itteni személyi javaslatokat, tehát azt hiszem, hogy teljesül az alapító okiratnak ez a passzus, hogy egyeztetettek a nevek. Én most átadnám a szót a képviselőknek, hogyha valamit hozzá akarnak fűzni, kérdésük van még, akkor ezt tegyék meg. Ez egy örömteli pillanat. Úgy látszik, hogy a több éves előkészítési munka eredménye már ez, hogy kérdésem marad a végére. Ezek után egy javaslatot tennék a szavazási procedúrára, és kérem a jegyző irodát, hogy figyeljen éberen. Tehát először úgy gondolom, hogy az üzemeltetési szerződés elfogadásáról kéne döntenünk. Utána kéne határozni, vagy dönteni ezzel az előbb említett határozattal kapcsolatban,
aminek egy külön része a személyi döntések, ahol nyilván egyenként külön kell szavaznunk, és a végén egy költségvetést érintő döntést kell meghozni, ahol a RT alaptőkéhez szükséges ismert 5,1 milliós összeget kell biztosítanunk. Tehát kérdezem a testületet, vagy a jegyzőirodát, hogy így rendben van-e a dolog. Hát amennyiben továbbra sincs kérdés, észrevétel, akkor kérdezem a testületet, hogy a nem könnyen, de azt hiszem végül is megismert üzemeltetési szerződéssel kapcsolatban a mi a véleménye, tehát aki támogatja az üzemeltetési szerződés jóváhagyását, hisz még egyszer mondom, nem a közgyűlés, nem a város az aláíró fél, hanem a közüzemi részvénytársaság erről az oldalról, arról az oldalról, szóval ez most érdekes, mert ugye ez az oldal 100%-osan a miénk, az az oldal meg 51%-osan, tehát azok is mi vagyunk jószerűvel. Tehát aki támogatja az üzemelési szerződést, azt kérem, hogy igen gombbal szavazzon. Én másodszor kértem, de hát ne akadályozzuk meg a képviselő urat, tessék parancsolni. Jobb a képviselő. Meglepő helyzetbe került, mert el sem tudtam képzelni, hogy ehhez hozzászólás lesz, de nyilvánvalóan olyan ragyogó előkészítés történt, hogy nincs rá szükség. Hát a ragyogó előkészítéshez hozzátartozik a reggeli kiosztás, hozzátartozik a itt helyben való javítás. Nyilvánvalóan zsenik ülnek a terembe, villámgyorsan forog az agyuk, át tudnak mindent látni és döntésképessé válnak. Én nem vagyok ilyen ember, én ennél sokkal gyengébb képességű vagyok. De ettől függetlenül is csak egyetlen egyért maradtam itt. Azért maradtam, mert a legutóbbi vitánál, amikor az együttműködési, illetve az RT szerződést kötöttük, akkor is elmondtam a következő problémákat. És arra a mai napig válasz nem tört, illetve nem történt, nem kaptam rá választ, és súlyosan veszélyeztetve érzem a város helyzetét. Ezért kötelességemnek érzem a következőket elmondani. Egy. Ígéret történt, dicséretre méltó, ígéret történt a Lyonnaise Deso részéről, hogy a vízművállalat dolgozóit teljes létszámmal átveszik, és a jövőben úgy tekintik, mintha a saját dolgozójuk lett volna, illetve a létrejövő új RT-nek a időarányos dolgozói lettek volna, tehát elbocsájtás esetén az eltöltött ideiket beszámítják. Nagyon szép, dicsérendő, csak egy baja van, hogy ennek írásos nyomát én nem láttam a mai napig. Valami olyasmi hangzott el, hogy most ezt nem lehet beletenni a szerződésbe, meg nem lehet módosítani, majd az üzemeltetési szerződéskor. Ez nekem legalábbis, hát nyilvánvalóan vannak itt bölcs emberek, akik ezt látták, én nem láttam. Kételjeim vannak. Na de feltételezem, hogy mégiscsak megvan, mert ezt bölcs emberek készítettek itt mindent elő. Nyilvánvalóan megvan. De ha megvan, akkor még mindig nem kaptam a múltkor feltett kérdésemre egy, súlyos kérdésemre egy választ. Az elbocsátások, ha az önkormányzatnál maradnak, egyszerűen nincs rá pénz a végkielégítésekre. Ha a Lyonnaise Desónak a hatáskörébe kerül, illetve az új RT-nek a hatáskörébe, akkor azt abból a behozandó 330 millió forintos tőkéből kell, hogy megvalósítja, ami rendelkezésére áll, mert más pénze nincs. Ez egy jelentős karcsúsításnál, mert különben az egész ügynek értelme nincs, hogyha nem racionalizálunk, annak a 300 milliónak a nagyobb részét felemészti. A következő kételjeim és félelmeim vannak, amit akkor is elmondtam. Ha ne adj Istene, ez lecsökken most 100 millióra, akkor valahonnan a fejlesztéshez a pénzeket biztosítani kell. Ez pedig csak egyféleképpen valósítható meg, alaptőkeemeléssel. Az alaptőkeemelés esetében pedig csak akkor tudja az önkormányzat megtartani az 51%-os részesedését, ha ehhez az alaptőkeemeléshez beszáll. Honnan fogja ehhez az önkormányzat viszonylag rövid távon belül a pénzt biztosítani? Ez a kérdés marad bennem, amire én választ nem tudtam kapni. Aki tudott rá választ kapni, és egyéb kérdésekben is biztos, szeretnék gratulálni, és őszintén sajnálom, hogy én nem vagyok olyan helyzetben, hogy döntésképes legyek. Biztos, hogy kialakult olyan helyzet, hogy mások olyanban vannak, sajnos én nem. És nem is óhajtok a további vitában részt venni. Köszönöm.
Köszönöm, képviselő úr. El kell, hogy mondjam, hogy nem figyelt. Ez azzal bizonyítom, hogy kétszer kértem a véleményt, nem jelentkezett. Én nem azt mondtam, hogy kiváló előkészítés, hanem azt, hogy egy másfél éves előkészítés volt. Ami a fölvetett konkrét problémákat illeti. Szó nincs egyszeri és azonnali létszámbeállásról. Két éves kifutásról beszélnek a kollégák, mint minimális időtartamot. Ez föllelhető abban a bizonyos áras képletben is, ahol a bér nem befolyásolja a dolgokat két évig. Ez nekem erre bizonyos garancia. Én úgy gondolom, de nyilván avatottabb emberek is ülnek a teremben, hogy esze ágában sincs senkinek a 300 millió forintból végkielégíteni. Hisz jelenleg az előbb nem véletlenül mondtam a bizonyos bérköltségeket, erre a létszámra megvan a bér. Tehát két éves kifutása, azt kell, hogy mondjam, hogy fedezi az ilyen jellegű költségeket. A harmadik, és itt majd kérek egy kis igazolást, vagy hogy mondjam, megerősítést, egy, még a kezdetén, tavaly valamikor nyáron született egy keretszerződés az önkormányzat és a Lyonnais de Zoo között, miszerint annak egyik pontja volt, hogy a teljes létszámot átveszi. Bizonyos A meg B variánsok, és annak idején mi választottuk magunk a simább a fájdalom, ahogy mondjam, kevésbé fájdalmas megoldást, és ez fog bekövetkezni. De gondolom, hogy valaki szakszerűbb magyarázatot is tud adni a hátulülő urak részéről, amennyiben képviselő úr kéri, akkor megadjuk neki a szót. Jó? Jó, akkor most teszem fel az üzemeltetési szerződés szavazása, tehát kérdezem a testületet, hogy ki fogadja el az üzemeltetési szerződést. Aki elfogadja, kérem, hogy az igen gomb megnyomásával szavazzon. Kedves nézőink, az önkormányzat és a Lyonnais de Zoo között kötött, illetve az önkormányzat tulajdonában lévő Pécsi Vízmű RT és a Lyonnais de Zoo között kötött üzemeltetési szerződést elfogadták a képviselők. Következő a kiosztott határozati javaslat. Tehát világos, hogy miről szavazunk. Tehát a határozati javaslattal kapcsolatban kérem a közülés állásfoglalását. Aki elfogadja a határozati javaslatot, kérem, hogy igen gombbal szavazzon. Igen, tehát javuló tendencia, 29 igen szavazat, 8 tartózkodás mellett a közgyűlés határozati javaslatot elfogadta. És akkor az előbbieknek megfelelően szeretném ismertetni azokat a személyi javaslatokat, amelyik az új társaság testületeire érkeztek. A RT igazgatóságába a Lyonnais de Zoo a következő személyeket javasolta. Körömi úr, kér szót. Tisztelt alpolgármester úr, én úgy észleltem, hogy tehát a hatos napirendi pont két részből áll. Egyik ugye az üzemeltetési szerződés, a 6 per A, és a 6 B pont pedig a igazgatóságba és a felügyelő bizottságba delegálandó tagok megválasztása. Én úgy értelmeztem, hogy ez két jól különválasztható napirendi pont egy témán belül, és én az előzőhöz nem szerettem volna hozzászólni, viszont ehhez a részhez szeretnék egy elvi állásfoglalást elmondani, mielőtt előkerülnek a nevek. Mert gondolom, ennek a vitáját nem zártuk még le. Jó, hát miután a négy szavazás egymástól elválik, tessék parancsolni. Köszönöm szépen. Ugye ez az első olyan gazdasági társaság, amit
ez a közgyűlés hoz létre. Tudjuk, hogy az előző jó néhányat létrehozott. Ennek a közgyűlésnek az életében ez az első, és azt hiszem emlékszünk, hogy az előző testület életében is voltak, ki nem mondott, de olyan elfogadott játékszabályok, amelyeket az előző testület megfelelő önkorlátozással be tudott tartani, és kimondatlanul fontos elfként tudott kezelni mind a 4 éven keresztül. Nem kellene abba a hibába esni, és ezt még néhányszor biztos el fogjuk mondani, míg el nem telik az első év, hogy azt higgyük két testület, két egymást jogfolytonosan követő testület munkájáról, hogy a szabályok automatikusan átvendőek lesznek. Jó tisztázni akkor az elején, tanulva az előző ciklusból, hogy mely frakciók hogyan gondolkodnak bizonyos elvi kérdésekről, és ettől kezdve a Fidesz frakció elvi elképzelését szeretném elmondani, amihez mi tartani fogjuk magunkat ugyanúgy ebben a 4 évben, mint ahogy tartottuk magunkat teljesen más erőviszonyok között az előző 4 évben is. Ez pedig nem más, mint hogy az igazgató tanácsokba, akármilyen cégről beszélünk, vagy felügyelő bizottságokba olyan megszorítással, hogy olyan cégek esetében, ahol az önkormányzat többségi tulajdonos, az igazgató tanácsnak és a FEB-nek kik legyenek tagjai. Itt egy rendkívül éles határvonalat húzunk magunk számára, ez nem morális határvonal, ám a határvonalat helyesnek tartjuk, ez pedig nem más, mint hogy véleményünk szerint sem az igazgató tanácsnak, sem a FEB-nek helyi képviselő tagja ne legyen. Ezt a következőkkel szeretném indokolni. Illetve az indoklás előtt két ok miatt nem is mondhatunk mást, és két ok miatt el kellett ezt mondanom. Egyik ok az, bár ritkán szűrődik bele néha az előző ciklusban, és ugye beszűrődött a testület munkájában az országos politika, mindenki előtt közismert, hogy a Fidesz a lehető legkeményebb álláspontot foglalja el évek óta a parlamentben az összeférhetetlenség megalkotásával. Erre talán jó partnerre találtunk Bihari képviselő úrban a parlamentben, aki egy teljes rendszert fog a parlament elé bocsájtani élhetően rövidesen. Tehát nem is tudunk más mondani, mint amit az országos politikában képviselünk, ez szemforgató tevékenység lenne, ugye vizet prédikálnánk és bort innánk, hogyha ezt helyben másként gondolnánk. Hiszen a helyzet bizony analóg, hiszen többségi tulajdon önkormányzati vállalatokról van szó. A másik dolog, ami miatt mindenképpen el kell mondani, és nem is mondhatunk mást, az pedig az, hogy amikor a testület megalkotta a saját képviselőinek javadalmazásáról szóló rendeletét 95 év legelején, akkor mi azt mondtuk érvként, hogy szeretjük a tiszta játékot, szeretjük tisztába tenni azt a kérdést, hogy a választópolgárok előtt legyen világos, hogy a város miért szabta meg viszonylag magasan, és hangsúlyozom a viszonylag szót, miért szabta meg viszonylag magasan a tiszteletdíjakat. Nem tartjuk helyesnek, hogyha a képviselők, akiket képviselőknek választottak és döntőmértékben a városi ügyek ellenőrzésére küldtek ide a választópolgárok, nem tartjuk helyesnek, hogyha a juttatások különböző csatornákon érkeznek be. Ez sok mindenre alkalmas, a helyi társadalmi és politikai békére semmiképp. Tehát mi akkor elmondtuk, hogy az akkori rendeletet azért tudjuk támogatni, mert nem tudjuk elfogadni, és akkor ezt elmondtuk, sem az IT-be, sem a felekbe helyi képviselő delegálását. Az okként egyetlen egy dolgot szeretnék mondani, ami miatt nem tartjuk helyesnek, az pedig az, hogy ha valaki képviselőként, akár IT-be, inkább IT-be, FEB-ről majd külön kitérek, akár ha IT-be tag, az mindenképpen egy csapatmunkát jelent a felállított igazgató tanáccsal, ez valami módon azonosulást jelent a helyi cég közös képviseletével, egy minimális szinten lojalitást jelent a helyi cég ügyeivel, ebben a pillanatban az a képviselő, aki IT-nek tagja, elveszti a hagyományos és klasszikus ellenőrzési lehetőségét annak a cégnek a munkáját érintően, hiszen nem lehet egyszerre
egy társaságnak a tagja, amely viszonylagos lojalitás megkövetel, és nem lehet egyszerre ugyanennek a saját társaságának az ellenőre sem. Ezt nem lehet ezt a munkát, ezt a kettős munkát egy személyben elvégezni. Ez az egyetlen ok, többet nem mondok, mert fölösleges sajtóval másfél éve, több éve számtalan okot lehet erre hallani. Én csak ezt az egyet szerettem volna fölhozni. Én tudom, hogy az előzetes egyeztetések során olyan érvek jöttek elő, hogy Febekbe viszont talán azért lenne jó küldeni képviselőket, mert hogy valószínűleg a visszacsatolás jól működne. Szerintem ez nem igaz. A képviselők olyannyira elfoglaltak, hogy a visszacsatolás lehetőségének a csatornáit nem lehet megteremteni képviselő esetében. Képviselő egy szuverén személyiség, nyilván saját munkabeosztásával dolgozik, előállítani, fegyelmezni ilyen módon nem lehet. És azt hiszem, hogy az előző 4 év után, és nem kell elhallgatni, az apparátus személy összetételében bekövetkezett változások után úgy gondoljuk, hogy most van egy olyan pillanat, amikor több okból is meg lehet tenni, hogy a felügyelő bizottságokba minden önkormányzati többségi tulajdonú cég felügyelő bizottságába egy-egy apparátus bérét beválasztan a testület. Döntő rész nyilván ez meghatározott körű irodákat érint. Ebből lehetnek természetesen házon belüli feszültséget, ezt se kell hallgatni, de azt tudni kell, hogy azok az apparátusbéli személyek, akik bemennek ilyen társaságok felügyelő bizottságába, nekik a többletmunkát kell végezni, és felelősséggel jár ez a tevékenység. Azonban ezzel minimum 2 dolog megoldható. Egyrészt érezhető, és ezt sem kell tagadni, érezhető egyféle feszültség a gazdasági társaságaink kontra apparátus között, aminek megvan a maga alapja, hiszen nagyon sok esetben operatív ügyekben jobb lenne, hogyha akár a városfejlesztési iroda, akár a pénzügyi iroda, akár a jegyzői iroda közvetlen információkkal bírna ügyekről. Biztos, hogy egyfajta bizalomépítés jelenthet a gazdasági társaságok és az apparátus között, főleg azon tagjaival, akik ezekben az ügyekben járatosak és érdekeltek, akár költségvetés összeállítás, akár fejlesztési tervek elkészítése terén. Illetőleg még egy hozadéka bizonyosan van, hogy ezek után a visszacsatolás nem kérdőjelezhető meg, hiszen az apparátusbéli személyek azok vagy munkáltató jognál fogva a tisztségviselők számára beszámoltathatóak, illetve bizottságok és képviselők számára pedig a törvény erejénél fogva beszámoltathatóak. Tehát az apparátusbéli feptag sem a képviselőknek, sem a bizottságoknak, sem a tisztségviselőknek adandó beszámolót nem tudják negligálni, kötelességük megtenni, és nem tehetnek különbséget aközött, hogy mely frakcióhoz tartozó képviselőknek milyen típusú információkat adnak át. Mindenkinek ugyanazt kell mondaniuk, mert ha ez nem így történik, akkor alkalmatlanak, akkor pártpolitikát folytatnak, és akkor visszaköröket hívnak a bizottságból, és munkaügyi következményeknek is lenni kell. Tehát ezzel csak azt szerettem volna mondani, hogy a visszacsatolás teljesen világossá válik, és ez nem egy plusz pénzek juttatás az apparátusnak, mert ez bizony abban a pillanatban kemény munkát jelent, és ennek meg kell felelni. Ezek voltak azok az indokok, amik miatt én ezt elmondtam, és azért mondtam el most, mert nem jó utólag előhozakodni azokkal az érvekkel, amiket az ember egyrészt hangoztatott, tehát nem újdonság igazából, de szeretett volna összeszedni akkor, amikor az új testület az első gazdasági társaságát hozza létre, tehát zárszóként csupán annyit nem morális kérdésnek tartjuk, de nem tartjuk helyesnek. Ha bármely frakció mégis ilyen előterjesztéssel él, azt tudomásul vesszük, minden frakció saját felelősségére teszi ezt, a Fidesz frakció ezzel nem fog élni a elkövetkező 4 évben sem. Köszönöm szépen. Én is köszönöm. Molnár képviselő úr jelentkezett. Igen, köszönöm szépen. Én törekszem rövid lenni, hiszen Körömi Attila képviselőtársam elmondta mindezt, amivel tartalmilag teljesen egyetértünk mi is. A Szabad Demokraták Szövetsége frakciója is úgy döntött, akár csak a 4 párti szövetség más frakciói, hogy lerövidítsem a hozzászólások sorát, hogy nem kíván a sem felsegi igazgatótanácsi tagságokba delegálni képviselőt, mint ahogy nem tette ezt 4 éven keresztül, amikor a Fidesz-szel együtt kormányozva a várost elsöprő többséggel 8-9-10
általa alapított, illetve alapított gazdasági társaságot egyetlen alkalommal sem delegáltunk soha. Ez tehát számunkra nem újdonság, csak azért tartom fontosnak elmondani, mert ez egy új összetételű testület, és úgy gondolom, hogy megerősítésül továbbra is fenntartjuk ezt a álláspontunkat. Vége. Köszönöm. Kékes képviselő. Elnök úr, tisztelt képviselőtársak, köszönöm a szót. Hát, ha már ez a polémia felmerült, akkor úgy érzem, hogy kötelességem ehhez a frakció nevében hozzászólni. Annál is inkább, mert mélyen tisztelve az előttem szóló frakció, illetve frakciók közös véleményét, a szocialista frakció ebben a kérdésben egy picit más álláspontot foglal el. De most ennek az elkövetkező személyi szavazásból ki fog derülni, hogy lesz egy fő javasolt, az igazgatóság tagjai sorába javasolt önkormányzati képviselő. A szocialista párt azon az állásponton van, hogy nem szeretné jellemző módon önkormányzati képviselőkkel úgymond megtömködni az önkormányzati többségi tulajdonú társaságaitnak, sem igazgatós tanácsait, sem felügyelőbizottságait. Viszonylag könnyen megtehetné egyébként elvileg, mert a frakciónak a 17 tagjából abszolút jólélekkel, körülbelül kicsit több mint 50%-a az a gazdasági szakember, aki már vagy vezetett céget, vagy vezet céget, vagy egyszerűen rendelkezik azokkal a professziókkal, amelyekkel egy cég vezetéséhez megfelelő szaktudással hozzá lehet szólni. Így módon tehát a szocialista frakció, ab ovo, nem zárja ki annak a lehetőségét, mint ennek közjogi akadálya nincs, hogy esetenként önkormányzati képviselőt is javasoljon akár egy gazdasági társaság vezetőségébe. Ezt azonban csak is kizárólag olyan esetben teszi, amikor a javasolt önkormányzati képviselő egyértelműen igazolható, tényszerűen megragadható olyan professziókkal, olyan képzettségekkel és tapasztalatokkal rendelkezik, amelyek erre őt alkalmassá teszik, tehát soha semmikor úgynevezett politikai megfontolásból az ügyekhez, az adott cég tevékenységhez abszolút mértékben hozzá nem értő emberre javaslatot tenni nem fog. Szó került néhány érdekes gondolatra a korábbiakban. Egy a korábbi testület munkájában is volt olyan önkormányzati képviselő, aki önkormányzati társaság felügyelőbizottságának volt a tagja. És természetesen mélyen megértem a másképpen szóló frakció képviselőit, hogy úgy érzik, hogy nincs erre megfelelő idejük, hogy a társaságok munkájában érdemben dolgozzanak, hisz általában kettő bizottság munkájában esetenként és jellemző módon bizottságok elnökeként is tevékenykednek, míg a szocialista frakció tagjairól ez nem mondható el. Így módon teljesen érthető az ő oldalukról, hogy valóban nincs kellő idő és lehetőség arra, hogy elmélyedjenek egy társaság munkájában. Miután tehát az ilyenfajta javaslattételnek közjogi akadálya nincs, semmiféle jogszabály vagy akár erkölcsi norma, ab ovo ezt nem zárja ki, a puding próbája legyen az evés, és mi a legjobb tudásunk és tisztességünk szerint fogunk, vagy fognak, vagy fog, lehet, hogy csak egy önkormányzati képviselő adott társaságba javasoltként eljárni. Még egy nagyon fontos dolgot szeretnék elmondani, hogy ilyen személyi javaslatoknál ugyanaz adott párt vagy frakció tesz javaslatot. Azonban ezeket a személyeket a közgyűlés választja meg. Következésképpen tehát, ha az az igény merül fel a tulajdonosi jogokat képviselő közgyűlés részéről, hogy bármilyen információt az adott társaságba delegált önkormányzati képviselő és uram bocsán más párthoz tartozó társasági vezető adjon meg, akkor azt neki jogszabály szerint is és a közgyűlés előtti felelősségével kell megtennie. Így módon tehát ezeknek az aggályoknak én sem jogi, sem morális alapját nem látom. Elnök úr, köszönöm a szót. Köszönöm szépen. Akkor amennyiben más frakció nem óhajt vélemény nyilvánítani, akkor folytatnám. Tehát a személyi döntések következnek. Előre kell bocsátanom, hogy a megállapodások úgy szólnak, hogy az igazgatóságba három főt javasol
a Lyonnaise de Zoo és négyet Pécsváros közgyűlése, és az igazgatóság elnökére a Lyonnaise de Zoo tehet javaslatot, tehát ugyan itt elhangozhat a javasolt úr neve, de ne tévessze meg senkit, nem itt kell megválasztani nyilván az IT-be. Csak azért mondom el, mert az általunk választott személyeknek a megkötött megállapodás szerint kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy a Lyonnaise de Zoo javasolt személyét igazgatónak elfogadják. És ez viszonossági alapon természetesen igaz a FEB-re is, ahol a FEB-et viszont Pécsváros jelölheti, FEB elnökét. Tehát ezek után lássuk a neveket, tehát az RT igazgatóságába javasolt Réti Tamás, Hajnesz Jenő és Bernard, segítsenek az urak, nem tudom, hogy németükkel vagy francia mondani. Bernard Girkinzsér úr. Girkinzsér. Erre nem jöttem volna rá magamtól, köszönöm szépen. A város javaslatai pedig a következő urak lennének, egy pillanat előkerítem. Búzás Gábor, Weber János, Farkas Ferenc és Szirmai Csaba. Ezek után én megkérdezem, hogy van-e más javaslat, bár őszintén szóval nagyon remélem és szeretném, hogy most már a történtek után nem lenne. Tehát amennyiben a kérésem megfogant, akkor Réti Tamás úrra kérem a szavazást, tehát aki Réti Tamást elfogadja, mint a VRT igazgatósági tagját, azt kérem, hogy szavazzon. Hozzá kell tennem, hogy mindegyik döntés minősített, tehát 23 igen szavazatot igényel. Köszönöm. 34 igen szavazat egy tartózkodás mellett közgyűlés elfogadta a javaslatot. Következő jelölt Hajnesz Jenő, jelenleg a Bizmű Kft. Igazgatója. Tehát kérdezem a közgyűlést, aki támogatja, az, kérem a közgyűlést, aki támogatja, az igen gombbal szavazzon. A közgyűlés 35 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett a javaslatot elfogadta. Harmadik jelölt Bernard, elfelejtettem a nevét természetesen, hogy hogy kell kimondani. Tehát Gürkinzsé vagy jó? Gürkinzsé. Tehát kérem a közgyűlés döntését a harmadik javaslatra vonatkozólag. Igen szavazat egy tartózkodás mellett. Annyit elfelejtettem még mondani, hogy a nevezett úr a Lyonnaise de Zoo regionális igazgatója. Ezek után következnek a itteni javaslatok, tehát szavazásra teszem fel Búzás Gábort. Itt rendelkezésemre áll egy szakmai önéletrajz, de miután Búzás úrról már többször szavaztunk, mert legalább egy GT-nkben már szerepel, egy korábbi vízműves döntésnél szavaztunk róla, én kérem, hogy tekintsenek el, és azt hiszem eléggé közismert is bizonyos szakmai berkekbe Búzás úr. Tehát aki támogatja, azt kérem, hogy igen gombbal szavazzon. Köszönöm, tehát Búzás Gábor 35 igen szavazatot kapott, 2 tartózkodás mellett. Következő jelölt Weber János jogász. Kérem, hogy aki támogatja, igen gomb megnyomásával szavazzon. Yeah.
Tehát 28 igen szavazat, 5 nem és 3 tartózkodás mellett a közgyűlés a javaslatot elfogadta. Harmadik jelölt Farkas Ferenc, róla annyit, hogy a Japate közgazdasági kar dékán helyettese, ha jól mondom, és sok hasonló jellegű akció, mármint átvilágítás és ilyen gazdasági jellegű vizsgálatnak a szereplője, vagy vezetője. Tehát aki elfogadja, kérem, hogy szavazzon. Tehát 35 igen szavazat, 2 tartózkodás mellett a javaslatot a közgyűlés elfogadta. A negyedik jelölt Szirmai Csaba, gépészmérnök, stb. Tehát aki támogatja, kérem, hogy az igen gomb megnyomásával szavazzon. Tehát a közgyűlés 30 igen szavazattal 7 tartózkodás mellett a javaslatot elfogadta, ezzel fölállt a hétfős igazgató tanács. A következő a felügyelőbizottság. A Lionez Dözó személyi javaslatai Iván Seré, Christian Chefdeville és Apáti Endre, aki erről annyit tudok önöknek elmondani, hogy a Budapesti Hídőpítő Vállalat vezérigazgatója. Vállalatról annyit kell tudni, hogy a Lionez Dözó csoportnak a tulajdonában van. És itt jön az, amit az elején lehet, hogy kellett volna mondanom, elnézést kérek, ha nem mondtam. Tehát itt lenne az a variáció, hogy a 10 társközséggel folytatandó és reméljük sikeres tárgyalás után egy fő felügyelőbizottsági tagot a községek részéről elfogadnánk. Tehát itt összesen én egy javaslatot mondok, miután összesen 2 lehetett volna. Tehát dr. Makucz Mária jogászt javasoljuk, aki azt mindenki által ismert, hogy a polgármesteri hivatalban dolgozik. Tehát kérdezem az előbbieknek megfelelően, hogy további javaslat van-e a felügyelőbizottság tagságára. Amennyiben nincs, akkor kérném az első szavazást Iván Serő úrra. Tehát aki támogatja, kérem, hogy az igen gombbal szavazzon. Közgyűlés 33 igen szavazattal 2 tartózkodás mellett a javaslatot elfogadta. A következő jelölt Christian Chefdeville úr. Kérem, hogy aki támogatja, igen gomb megnyomásával szavazzon. Közgyűlés 35 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett a jelölést elfogadta. Harmadik javasolt személy Apáti Endre úr, kérem a szavazást róla. Közgyűlés a javaslatot 34 igen szavazattal 2 tartózkodás mellett elfogadta. A negyedik javasolt személy dr. Makucz Mária, kérem róla a szavazást.
Kedves nézőink, azok számára, akik esetleg mostanában kapcsolódtak be a közvetítés figyelésébe, azok számára elmondanám, hogy a Lyonnaise de Zoo-val kötött üzemeltetési szerződés folyamánya, illetve erről való szavazásnak a folyamánya a mostani szavazás. Az üzemeltetési szerződést elfogadták a képviselők, és most az igazgatói tanács és a felügyelő bizottság tagjait választják meg a képviselők. Tehát ezeknek a cégeknek az egyiknél hármat a francia partner és négyet a város, míg a másik tanácsnál fordítva, tehát négyet a francia partner és hármat a város. Haladt tőkéhez szükséges pénzösszeg előteremtése. Itt a javaslat az volt, ha megtalálom, akkor olvasom, ha nem, akkor mondom, hogy a költségvetés tartalék kerete terhére történjen az 5,1 milliónak az elkülönítése. Szintén minősített 23 főt igénylő döntés, tehát kérem, aki a javaslatot elfogadja, az igen gombbal szavazzon. Tehát a közgyűlés 33 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett a szükséges összeget biztosítja. Tisztelt közgyűlés, engedjék meg, hogy hadd gratuláljak a most megválasztott személyeknek. Sok sikert, jó egészséget kívánok a munkájukhoz, és az új társaságnak külön sok sikert és eredményes működést kívánok. És még valamit, hogy ismét fontosnak érzem elmondani azt, hogy mindent megtéve a jövő héten, nagyon bízom benne, hogy a 10 társközség is csatlakozni fog ehhez a immáron megalapított RT-hez. Köszönöm szépen, ezzel ez a napirendi pont sikeresen végződött. A következő napirendi pont előtt engedjék meg, hogy egy mulasztásomat pótoljam, ami kissé kellemetlen, mert ugye már mindenhonnan az Európa Nap rendezvénye néz szembe a képviselőkkel, és elnézést, valaki szólni szeretne? Itt jelzi az egyik képviselő úr. Jó, akkor mondom tovább. Tehát holnapi nap folyamán a Városházán, illetve a Színház téren vagy a Fegyvereselő klubjában egy elég nagyszabású rendezvénysorozat fog sorra kerülni. Akinek kezébe jutott, és itt szeretnék elnézést kérni, nem küldtük ki a képviselő uraknak, szerettük volna ilyen módon a meghívást természetesen átadni. Nem akarom azt mondani, hogy költségkímélő oka volt, mert úgyse hiszik el, de a lényeg az, hogy ez a rendezvény mindenki számára nyitott, mindenkit, az egész várost szeretettel várjuk, hogy mégis valami konkrétum elhangozzék róla. Gönc Árpád elnök úr fővédnökségével és közreműködésével kerül sorra a rendezvény, a közreműködése sajnos csak a délutáni órákban fog realizálódni. A rendezvényen, ezen az Európa Napon részt vesz a francia nagykövet, a német nagykövet, az Európai Bizottság budapesti delegációnak vezetője, a magyar külügyminiszter, államtitkárok és különböző az európai gondolathoz, hogy mondjam, tevékenyen közreműködő személyek, Szelényi Zsuzsa, Szent Ivány István államtitkár, a Pécsről az egyetem rektora Barakonyi úr, a kamara elnöke Sikfői úr, a megyei közgyűlés elnöke, és így tovább, és így tovább. Tehát a lényeg az, hogy ezúttal szeretném a közgyűlés minden tagját meghívni erre a rendezvénysorozatra, és akkor következik a 18-as napirend, aminek az előterjesztője Pacúr Zsolt, bizottsági elnök úr. Meg volt? Bocsánat. Lemaradtam egy traktussal. Tehát akkor a 20-as előterjesztője az elnök asszony távollétében, az alpolgármester asszony. Felnőtt háziorvosi praxisok kiválása az előterjesztésnek a címe. Az előterjesztést kiegészíteni nem kívánom, aki elolvasta, az minden információt megtalál benne, és kérem ennek alapján az előterjesztés elfogadását.
Az előterjesztés a 9-es számú, a 68-as számú, a 77-es számú, a 76-os és a 30-as, illetve még a 23-as számú felnőtt házi orvosi körzet, vállalkozói orvosi körzetté való átalakulásáról szól. 21-es napi rendi pont előterjesztője dr. Évész Mária, a polgármesternek. Az Egészségügyi Bizottság elnökének a távolítében. Az előterjesztés az Egyesített Egészségügyi Intézményeknél orvosi ellátások megszüntetéséről szól, az a bizonyos 15 állások megszüntetéséről szól, az a bizonyos 15%-os leépítésre tett javaslatot az intézmény vezetője, amelyet a bizottság megtárgyalt, és az előterjesztésben megfogalmazottak szerint elfogadott. Amennyiben nincsen hozzászólás, akkor kérem az előterjesztés elfogadását. Hozzászólás hiányában akkor szavazást kérnem. Az Egyesített Egészségügyi Intézményeknél 15 orvosi állás megszüntetéséről történik a szavazás. Viszont, hogy melyik ez a 15 orvosi állás, amelyet most megszüntettek, erről az előterjesztés nem rendelkezik. Terjesztője dr. Kautek Anna Mária irodavezető. Nincs kiegészíteni valója. Kérem a közgyűlés állásfoglalását. Egy a Petőfi utca 68 szám alatt lévő ingatlan elidegenítési tilalmának feloldásáról szavaznak a pillanatokon belül a képviselők. Ez egy önkormányzati tulajdonú lakás, de úgy látom, hogy az elidegenítési tilalmat feloldották. Művész lakás és műterem bérbeadása, Staubernő képviselő úr az előterjesztő, mint megtudtam menet közben. A polgármester úr, nincs kiegészíteni valóm az írásbeli előterjesztéshez, kérem az előterjesztés elfogadását a közgyűléstől. Kik ezek a művészkék? Jó, tehát akkor kérném a közgyűlés állásfoglalását. Az egyik lakása Frankel Leo utca 2 szám alatt található, ennek az épületnek a tetőterében, mely lakást Berta Péter költőnek és élettársának utalná ki a közgyűlés, el is fogadták. A másik lakás pedig a Varsány utca 6 szám 11. emeletén, amelyet Csáki Klára főrestaurátornak. Csoma Sándor nyugdíjas klub helyiségügye, előterjesztők Molnár Tamás Pacu Zsolt bizottsági elnökök közül az egyik. Nincs hozzáfűzni valónk. A másiknak sincs, gondolom. Többes számba mondtam. Ja, rosszul hallottam. Tehát kérem a közgyűlés állásfoglalását. A Körösi Csoma Sándor nyugdíjas klub egy helységet szeretett volna, illetve azt a helységet, amelyben tevékenykednek továbbiakban bérelni. Ez a Rácvárosi út 28 szám alatt van. További 5 évre díj fizetés nélkül az Egyesület rendelkezésére bocsátotta a közgyűlés. Katolikus Karitász helyiség ügye előterjesztő az előbbi két úr valamelyike. Ehhez sem, és az másik kettő sem lesz hozzátenni való. Köszönöm, kérném a szavazást az előterjesztésről. Az előző előterjesztéshez hasonló ez a mostani előterjesztés is. Katolikus Karitász Egyesületről van szó, amely egy raktárhelyiséget szeretne használni. Ezt a raktárhelyiséget 2000. december 31-ig ingyenesen megkapta. 26-os orszámú napirend, üresen álló és műszakilag felújításra szoruló lakások pályázat útján való hasznosítása. Miután a bizottsági elnök úr nyilatkozott, nekem szabad legyen annyit mondani, hogy nagyon örülök, hogy végre megszületett ez az előterjesztés. Elég régóta vártunk rá. Kérdezem a közgyűlést, hogy van-e valakinek kérdése, hozzáfűzni valója. Amennyiben nincs, akkor kérem a szavazást. A
üresen álló és műszakilag felújításra szoruló lakásokról van szó. 13 ilyen címet tartalmaz, illetve 13 lakást tartalmaz az előterjesztés. Ezek leromlott állagúak. Értékesíteni kívánja a közgyűlés, de azzal a feltétellel, hogy azok nyújthatnak be pályázatot, amelyek, akik lakással nem rendelkeznek, fiatal családok, legalább 5 éves pécsi bejelentett lakcímük van, és vállalják a felújítás költségét. A Gróf Széchenyi István baráti kör helyiség ügye, ezt a NIS nem tudom megfejteni. Köszönöm szépen, tehát a Nemzeti Ifjúsági Szövetség Gróf Széchenyi István baráti kör helyiség ügye előterjesztő Molnár Tamás. Ja nem nincs hozzáfűzni valója, kérdezem a közgyűlést, van-e vélemény, javaslat, kérdés? Nincs, akkor kérném a szavazást az előterjesztésünk. A katolikus karitászhoz hasonlóan szintén egy helyiség igénybevételéről van szó, és azért mondtam, hogy a katolikus karitászhoz hasonlóan, mert ez a baráti kör is 2000. december 31-ig kapja a helységet bérleti díj fizetése nélkül. Ellenszavazattal egy tartózkodás mellett fogadta el. Tisztelt képviselőtársaim, kérdezem, hogy tud-e még valaki olyan előterjesztésről, amit esetleg nem tárgyalt a közgyűlés, ez egy jó parlamenti szokás. Amennyiben nem, akkor hadd köszönjem meg a munkájukat, jó pihenést kívánok mindenkinek, és holnap találkozunk az Európa napon. Viszontlátásra! Igen, és a legközelebbi közgyűlés mai ismereteink szerint május 11-én csütörtökön kerül sorra. Kedves nézőink, véget érte a közgyűlés ülése, és mi is befejezzük közvetítésünket. A mai egy kicsit hosszúra nyúlt ülésen két téma volt, amely jelentős tárgyalást ért meg, jelentős tárgyalást folytattak a képviselők. Az egyik az önkormányzat tulajdonában maradt a lakások lakbérének módosítása lett volna. Az előterjesztés 2,5-szeres növekedést szeretett volna elérni, míg a szocialista frakció egy 1,5-szeres, tehát egy másfélszeres növekedést, emelést szeretett volna megszavaztatni. Mind a két javaslat szavazásra került, viszont egyik sem nyerte el a szükséges minősített többséget, így tulajdonképpen egy patthelyzet alakult ki. Ebben a pillanatban marad a most érvényben lévő bér, illetve lakbér. További előterjesztéseket várunk a következő közgyűlési üléseken. Minden esetre most nem sikerült előrelépni ebbe a témában. A másik jelentős téma volt a Lyon SZDZ-val kötött üzemeltetési szerződés megszavaztatása, illetve megszavazása, amely létrejött, és az igazgatói tanács és a felügyelő bizottságba delegált tagok is megválasztásra kerültek. Kedves nézőink, ez volt a közgyűlés ma. Megköszönöm figyelmüket, türelmüket, a viszontlátásra, a viszonthallásra. Igen. Kérem a gépeket.